Sziasztok fiúk, lányok, ez itt a Brick meggyőző, dumáljuk meg podcast rovat, amit az interneten bármely felületen megnézhettek. Közel egy éve csinálom a beszélgetéseket, és egy olyan világban, ahol egy perc a hírnév, egy perces videó már elég ahhoz, hogy az ember híres legyen és bedobja magát a köztudatba. Egy olyan világban kell nekünk egy 15-20 perces beszélgetést csinálni, ilyen szorosnak fogom mindig az időt. Bár olyan emberekkel beszélgetem, akikkel napokig el tudnék beszélgetni, mert most egy olyan kedves kollégámmal beszélgetek majd, akit az egész ország szerintem szeret, akivel csak ülni a büfében és nem csinálni semmit, csak hallgatni is jó és élvezet. Vele azt hiszem, hogy hónapokig, évekig is el tudnék beszélgetni. Nem csak azért, mert rengeteg története van, hanem a maga bájosságával mindenkit elvarázsol. Közel nem tudom hány éve, mindjárt rá fogja mondani, elképesztő fiatal még mindig, ő pedig a Nemzet színészen Monát Piroska. Szia, Piroska! Szevasz, győzőként! Szias! Gyönyörűket mondtál rólam, most nem is tudom, mit csinálj. Hál' Istennek a hamar a felbontás, hogy nem elég jó ahhoz, hogy lássam, hogy elpilótál-e vagy sem. Téged szerintem nem lehet zavarra hozni, elképesztő. Hány éve is vagy a szakmában? Hát most már 52. 52 éve, igen. 52 éve varázsolja az embereket, elképesztő vagy. Örülök és büszke vagyok, hogy egy társulatban lettek veled. Első körben bemelegítő kérdésként föltettem azt, amit nem én tennék föl, hanem sokkal inkább Rezes Jurit, akit nagyon szeretsz, ő az én mennyasszonyom, majd az esküvőn mindenképpen elhívunk téged is, mert ő is nagyon szeret téged, és üdvözöl sok szeretettel. Mindig, amikor beszélgetek valakivel, akkor... Tudom általában, mit szeretnék kérdezni, de ő az, akit megkérdeztem most reggel, hogy miről kérdezzelek téged, és akkor viccesen kérdezett valamit, mindjárt majd fölteszem a kérdést. Jó. Ugye a Nemzet színésze kitüntető címmel együtt jár egyfajta életjáradék, ezt a Wikipédián is meg lehet nézni, ugye pontosan nem zsebben turkálás, ez egy bizonyos összeg, amit az ember kap, és erre vonatkozóan tette fel a Judit a kérdés, hogy kérdezzem meg tőled, hogy én magam is arról vagyok, hogy hány ember tartozik neked? Nem tartozik senki, mert akin én megpróbálok, vagy szóval, hogy mondjam, akit úgy ítélem meg, hogy esetleg segítségre szorul, és én tudok neki segíteni, azt nem kölcsön formájában nyújtom. Aha. Úgyhogy senki nem tartozik. Jó, már is szóval pénzzel egyáltalán, és hálával se, mert ha nem állna módomban, akkor nem tudnék segíteni. Szerencsére módomban áll, és ez jól esik nekem is, és gondolom annak is, aki kapja. Jó, oké. Tudom, hogy nagyon szeretsz dolgozni. Volt egy időszak, amikor igazi munkamániás vagy, de volt egy időszak, talán pont október magasságában, amikor talán nem is biztos, hogy a büfébe, de olvashattam, vagy hallhattam azt, hogy vissza akarnál vonulni, és ezt most te komolyan gondoltad? Hát nézd, de te tudod a legjobban, ha találkozunk, hogy bottal járok, és mind a két térdem sajnos operációra vár, amit most ezekben a covidos időkben nem tudok megejteni, meg hát több mint két hónap gyógyulás, stb. Tehát ki kell várnom, hogy ezzel majd mi legyen. És színpadon most már csak olyan szerepet tudok vállalni, ami nem okoz fizikai megterhelést, tehát amit ilyen állapotban vállalni tudok. Úgyhogy, de természetesen, komolyan gondolom, de természetesen vannak olyan futó előadások, amik te is tudod, hiszen együtt játszunk, százon fölül futnak, azokat az ember nem hagyja ott, vagy nem hagyja cserbe se a színházát, se a kollégáit. Tehát ha azok még mennek, akkor azokat szívesen játszok. Újat már nagyon nehezen vállalnék, és főleg csak olyat, ami a fizikai állapotomnak hát megfelelő. Aha. Figyelj, én biztos, hogy nem fogom engedni jobb vagy a szakmát, bár ki vagyok én ahhoz, de hát tudom, hogy a covidos időszak, pont akkor meg is ejtjük ezt a kérdést, hogy a napokban kaptad meg az első... Kaptam meg az első oltást, igen, és 17-én megyek a következőre. De éppen most figyelmeztettek, hogy azért még ne legénykedjek, mert az első oltás még nem véd, nem véd meg. De hát szerencsére most egy teljesen nyugalmas időszakom van. Itthon vagyok, és hát csak oda mozdulok ki, ahova úgy ítélem meg, hogy kimozdulhatok. De remekül telik itthon az idő, mert szívesen nézek filmeket, olvasok olyanokat, amit már olvastam, vagy még készülök régóta, hogy elolvassam.
hallgatok zenét, szóval remekül el vagyok. Nem félek attól, hogy te nem unatkozol, az biztos, hogy mindig lefogod magad. Ezt kevesen tudják, hogy van egy, csak azért kérdezem, mert én látván a Miss Daisy sofőrjét, azt te láttad, azt a filmet valamikor? Láttam. Csak ugye neked van egy sofőröd, aki... De mintha szinkronizáltam is volna benne, mindegy. Láttam. Igen. Na, hogy csak azért kérdezem, hogy neked van egy személyes sofőröd, aki pontosan a lábacskáid miatt ide-oda visz, igen. És... Tegnap az unokám nézték az oltások, mert ugye bementem bottal, és hát regisztrálni kellett. És azt mondta ott a beengedő hölgy, a néni nyugodtan üljön le, az unokája regisztrálhat. Mondtam, jó van, leül a néni. Aztán, mivel az orvos rögtön fölismert, és hát nagy reverenciával fogadott, kifelé menet a hölgynek, aki az ülős nénit mondta, már viszontlátásra művésznő voltam. Mondtam, hogy jó, jövök a következő. De téged az egész ország ismer, és az egész ország szeret, főleg, hogy most van egy futósorozatod, de erre mindjárt majd beszélgettünk. Csak arra azért említettem a Miss Daisy sofőrjét, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy valójában oké, hogy unokádnak nézik, de hogy milyen a viszonyotok? Tehát már ez egy, hogy lehet ezt nevezni? Barátságnak? De... Hát barátság és óriási segítség. Óriási segítség. Megbízható, csodálatosan vezet, és hát nézd, eddig is taxival jártam mindenhova. Aha. Na most ez nem került többbe nekem, mint hogyha taxi meg súlyos borravalók, mert azt szeretek adni, hogy szeretnek. És akkor mindent összevetve egyszerűen megéri az ő pontossága, segítsége, és csak egy telefon, és akkor jön, amikor, vagy előre megbeszéljük, hogy mikor van szükségem arra, hogy ide vagy oda vigyen. És most ezekben a járványos időben még nem is rossz, hogy csak egy emberrel találkozom. Tehát, hogy mindig csak ő állít. Tehát akkor ő neked most a barátod, vagy a társalkodó embered, hát, akivel... Barátom, mondjuk barátom. Úgy, hogy barátom. Hány éve a sofőröd? Fogadott unokám, 26. 26 éve a sofőröd? Igen. Nem 26 éves ő, vagy 26 éves a sofőr? Ő 26 éves, igen. Mióta a sofőröd? Hát most már bő egy éve. Ja, értem. És ő... volt előzőleg egy másik, aha. De azt a szegény nem bírt így megélni, és visszamondta, elment valami állásba, és akkor egy hihetetlen szerencse folytán összeakadtam ezzel a drága Gergővel, aha. Egy barátom barátja, és ő ajánlotta, és hát ő egyszerűen csodálatos, hogy ő belépett az életembe. Úgyhogy úgy is hívom, hogy a fogadott unokám. Tényleg? És ő is hívott, úgy hív téged, hogy fogadott nagyanya? Pirimamának hív, bevallom őszintén. Pirimama? Pirimama, igen. Hát Pirimama is vagy, meg az országnak a, vagy hát nem tudom, meddig játszott, de tudom, hogy most voltak a felvételei, hát nem is játszotta más, és nem is lehetett más ebben a szerepben, a Bors néni szerepében, csak is te, aki ezt megcsináltad. És ezzel is beloptad magad, nem csak a gyerekek, de figyelj, te teljesen lefedettsége az egész országot, országnak a szívébe beloptad magad, de ezt bizonyára tudod. Az legalább annyira meghatározó szereped volt, mondjuk a Kaposvári hát éve. Igen, 25 évig játszottam, úgyhogy most ennek a megkoronázása volt az, hogy fölvehettük filmre. Tehát megörökítették filmen, és nem csak magát a színházi előadást, hanem egy filmes változatot csináltam. Úgyhogy nemrég fejeztük be, mindennapos teszteléssel ment a forgatás, szerencsésen befejeztük, és hát akkor most ez így meg van örökítve ez a 25 év. Ugyanezzel a lendülettel forgatsz egy televíziós sorozatot, és egyszer ki lőhetetlen, kipusztíthatatlan vagy egyszerűen mindenhol ott, hogy a színházban, és ezt most jó értelemben mondtam, ez egy film sorozat, aminek te vagy a főszereplője, mondjuk ki ez a kereszt. Így van, mondjuk úgy, hogy a címszereplője. A címszereplője. Mert ugye sok főszereplő van, tehát én vagyok a címszereplő, és hát egy faluban játszódik, ahol az ukrán-magyar határ melletti faluba, ahol hát a csempészet ugye nagyban folyik, és ez a néni csodálatos módon ő a csempész banda feje. Tehát ezért hívják, ugye hát azt elárulhatom keresztanyúnak, igen. És
de ő tulajdonképpen egy keresztapa. Aha. Egy ilyen falusi keresztapa. Igen, bizonyára kevesen ismerik azt az arcot. Emlékszem, amikor nagyon-nagyon régen még egy igazi, egy nagyon, nagyon kis picike voltam, és a Csomós Marival dolgoztam együtt, és így a bűn és bűnözés próbájára fütyörészre mentem be, és úgy rám szólt, hogy a mai napig emlékszem a keménységére. Csak azért kanyarodtam el, mert a magad bájosságában és tényleg a rendkívüli szeretetedben mindenki felé, és ahogyan téged szeretnek, azért te is be tudsz keményíteni, hogyha arról van szó. Hát biztos, de mondjuk ezek érdekes dolgok. Ugye Súlyog Máriának volt ez a nagy happy-e, hogy nem fütyülünk. Még a Presserre rá is ütött valami bottal, hogy nem fütyöl. A Presser leírja a könyvébe. De hát ez régről van, és van ennek egy ilyen alaptörténete, hogy miért nem szabad színházba fütyülni, mert hogy a színháza valami kikötő mellett volt, és a matrózok ilyen fütyszóval adtak egymásnak jeleket, viszont a díszítők is, mert ugye engedték le a zsinóron a izéket. És ha két fütty összekeveredett, akkor nagy balhé volt, akkor vagy színész fejére ráesett egy hatmázás dísz. Ha rossz, ezért nem szabad fütyölni a színházba. De erről van egy gyönyörű történetem, bocsáss meg, igen, meg hogy ugye az is van, hogy mondják, hogy enni színpadon, mondják az idősebb színészek, evett az esik színpadon. Emlékszem egyszer Vámos Lászlónak, Isten nyugtassa, igen, egy öreg színész panaszkodott, hogy ezek a gyerekek, ezek esznek a színpadon. És azt mondta a Vámos a maga malíciájával, hogy igen, igen, mások sokkal csúnyábbat csinálnak, rosszul játszanak rajta. Hát erről ennyit. Hát azt tudom, hogy téged az is kiborít, hogyha valaki sajnos nem azon a nagy kanállal kapta a tehetséget, mint mondjuk mások, tehát azért... Hát igen, de mondjuk nem vagyok ezzel egyedül, akit a, hát a kevésbé, a tehetségtelenség, de hát az is csak akkor, hogyha erőszakkal csinálja a tehetségtelenségét. A szegény tudja, hogy kicsit kevésbé alkalmas, és csak bele szeretne simulni, akkor nem idegesít. Meg hát az sem, mert színházban az embernek nem szabad mutatni, ahogy mondjam, hát nem tartozik senkire. Tudom, és azt akartam, csak azt lehet érezni azzal a őrületes szakmai tudással, ami a kezedben, a lelkedben, a szádban, a szívedben, és mindenhol a fejedben ott van. Akkor is, és nem csak olyan nemzetszínészeként, de nyilvánvalóan tudod, hogy te vagy az a csúcson vagy valahol azok között, a legendák, még élő legendák között, akikkel, hát igen, akikkel kevés embernek adatik meg így. Ezt most tapasztaltam, hogy megjelent egy beszélgetős könyv a 75. születésnapomra, a Bíró Kriszta kolléganőm írta tulajdonképpen a felvételek alapján, és képzeld el, az első 3000 példány már elfogyott. Úgyhogy most nyomják a második. Mi a címe a könyvnek, hogy én is tehát tudjak? Az a címe, hogy Kvittek vagyunk. Kvittek vagyunk. Kvittek vagyunk, mert ugye a Csárdás királynőben énekeltem ezt, hogy kvittek vagyunk mi már, az élet meg én. De az úgy hosszú cím lett volna, és csak így kvittek vagyunk, és akkor mindenki tudja, hogy ez úgy körülbelül mit jelent. De úgy kvittek, kvitt vagyok az élettel, na. Kvitt? Akkor figyelj, ha nem haragszol, én csak azért merek föltenni egy kérdést neked, mert akkor nem tudtam föltenni, most megpróbálom föltenni, legfeljebb, hogy nem válaszolsz rá, vagy majd kivágjuk később. De engem nagyon érdekel. Miután egy társadalmi dolog, és valahogy azt érzem, hogy ezt sosem akarom megkérdezni, és most megtenném ezt. Amikor a tévedések vígjátéket játszottuk, Szegeden. Egy darabban voltunk, nem az első, nem a második. Ugye minden embernek az életében vannak tragédiák. A tiédben is volt, az Imiében is, nekem is édesanyám nemrég volt meg. És hogy volt egy este, amikor ott ültünk egy asztalkör, és olyan, ha létezik ilyen megfogalmazás, hogy fájó könnyedséggel beszéltetek az Imi és te a Csúlya Imiről van szó, igen. A Csúlya Imiről, igen. A tragédiátokról, ami szinte ugyanaz és ugyan hasonló körülmények között zajlott, hogy akkor fogalmazott meg bennem, és hogy el lehet ezt a kvittek vagyunk alapon, el lehet engedni, vagy még a mai napig kicsit
Hát nézd, ez mindig az emberrel marad. Szóval ezt egyrészt nem is akarom elengedni, ez hozzátartozik az életemhez. És bevallom neked őszintén, bizonyos nehezebb helyzetekbe még segítséget is kérek a fiamtól. És akkor ő mindig segít. Szóval nem is akarom elengedni a dolgot. Anélkül természetesen, hogy ebben nem tudom, hogy belemerülnék, vagy másoknak terhére lennék vele, de ez most már velem van, míg élek. Mikor történt meg ez pontosan? Csak hogy hány évvel ezelőtt? Sok éve most már. Sok. Sajnos Csújaim nének szinte igen, megismétlődött ugyanez a tragédia, igen. És ebben a fájdalmában mi kis falunkat forgatva próbáltam megosztani, csak azért mertem feltenni a kérdést, mert annyira könnyedén, kicsit egy félmosolyjal beszéltetek erről akkor ott, hogy akkor miután ti ebben a sorstársak voltak, hogy az egész igen, idegrázott volt. Ritkán és nehezen beszél ilyesmiről, igen. És akkor nagyon el kell dönteni, hogy én ha már szóba került, és beszélek róla, akkor nem szabad az embernek se sajnáltatnia magát, se a másikat olyan helyzetbe hozni, hogy ne tudjon most ezzel mit kezdeni. Tehát ezért az ember inkább egy ilyenfajta megoldáshoz folyamodik, ha beszél a dologról, hogy a másik, tehát a beszélgető fél ne érezze azt, hogy most őre valami terhet rak az ember. Bizony, akkor nem gondoltuk, nem is sejtettük, hogy ez még egyszer be fog következni Imre életében. Én akkor is vele voltam, képzeld, a katonában próbáltunk egy darabot, azt hiszem a Hentsel fuvarost és a Zsótér rendőröket. Jött be, és akkor előző nap történt a tragédia, és akkor megállt a maga hideg, óriás szívével, a maga hideg fejével annyit mondott, hogy engem ne sajnáljon senki, ugyanúgy. Kérem, hogy ne éreztessétek velem, hogy mi történik. Próbálunk is, kész. Igen. Nekem másnap volt a Csárdás királynő egyenes tévéadás. A kaposvári, ugye? Igen. Képzeld el, hogy én azt a napokban megnéztem, és még mindig elképesztően aktuális, és elképesztően, elképesztően mai Mohácsi rendezés, igen. Ugye? Igen. Én vele dolgoztam kétszer, ha valakivel imádok dolgozni, akkor vele igen. Ki volt az, aki még egy ilyen meghatározó rendező volt az életedben? Akár film, akár színház. Arter, Zsámbéki, Babarci, szegény Szőke Pista, aki már nem él, Szőke István, igen. Ő egy erdélyi fiú volt, Erdélyből, őt Aserékkal végzett az Aserék osztályába. Hm. Ővelük mindig, szóval hát Aserrel is rengeteget dolgoztam. Hát, úgyhogy, hát filmen meg ugye a Szász János, igen. De hát játszottam mindenféle filmvégjátékokban is. De hát mondjuk a Jánossal ez a Nagy Füzet című film, ez óriási. Óriási. Hát és elképesztő, miket bevállalsz, hiszen a Pálfi Gyuri taxidermiájában is egy elképesztő szerepet játszottál. Egyszerűen mindent megcsinálsz, és vagy azért, mert az a fajta bennünk van a színészünkben, hogy a rendező fölöttünk állhat, és megcsinál. Hát nézd meg azon az alapon, hogy akkor az nem én vagyok, hanem az, akit játszom. Tehát ugye hát itt van ez a színész paradoxon, hogy az nem én vagyok, kérem, az alak, akit játszom. Tehát akkor mit óckodjak, vagy mit szégyeljek rajta, vagy nem tudom mit. És természetesen a színészben minden alapvető emberi tulajdonságnak meg kell lenni, hiszen attól színész. És azokat a vonásokat erősíti föl magában, amire éppen szükség van ahhoz a szerephez. Jó, de én nekem egyszer volt egy filmszerep, amit felajánlottak, abban meg kellett volna ölnöm egy gyereket. Hát igen, ezek nehéz. És akkor azt mondtam, hogy nem. Nem tudtam ezt a szerep paradigmát túllépni. Mondtam, hogy nem tetszik a szerep. Azt hiszem, hogy én is nagyon nehéz helyzetbe kerülnék, hogyha egy ilyet kérnének tőlem, igen. Volt szóval ezek mondjuk ilyen szélsőséges. Ez elég szélsőséges, de neked volt olyan már olyan dolog, amit azt mondtad, hogy nem csak azért megfontolásból, vagy bármilyen megfontolásból, hogy nem vállaltad? Nem, igazából nem volt. Eddig még mindent
Mindent elvállaltam, igen, ami jött. De szerencsére nem voltam kitéve annak, hogy nemet kelljen mondanom valami miatt. Ugye, és akkor kicsit visszatérve, hogy mégis mi a titka annak, hogy most vannak, hogy nem a tehetségtelenség, hogy a rosszabb, jobb színészek, ez így normális, így helyes, hogy nem mindenki Isten király, és a többi. Persze. De hogy azért a te erényed és fegyvered, és még nagyon sok színésznek persze, csak én nem tudom, hogy ennek valójában hol kereshető a titka, az, hogy elképesztően jelenidejű, és őszinte, és hiteles, és emberi, és minden pillanatban ott vagy a figurában, és ezt elfogadjuk. Nem is merül fel a kérdés, hogy ezt Molnár Piroska játsza, hanem az a szerep vagy, akit éppen játszol. Hogy ez lehet, hogy segített akár egy fiatal színésznek, aki most éppen felvételizni akar majd a főiskolára, de hogy ennek mi a? Mi a belső titka? Semmi titka nincs, ahogy Kismanyi szokta mondani, megtanuljuk a szöveget, aztán elmondjuk. Ilyesmit kérdeztek tőle. Bár így lenne. Amikor az ember ezt csinálja, vagy gyakorolja, akkor nem gondol arra, hogy akkor benne van a dologban, és 1000%-ig megpróbál azonosulni azzal a figurával, akit játszik, nem kiesni a szerepéből. Aztán, mikor kijön a színpadról, akkor már egy lépés után más. Akkor már. Nagyon remélem. Hiányzik egyébként most a színpad, mind a mellett, hogy jól érzed magad otthon? Hát most egy kicsit jól érzem magam itthon, bevallom őszintén, hogy nem kell esténként elmenni. Mostanában kezd egy kicsit, de főleg a kollégák hiányoznak. Aha. Főleg a igen. Nem is annyira a játék, mint a kollégák. Hát figyelj, most valami azt sugja nekem, hogy itt áprilisban szerintem mi már lassan találkozni fogunk. Hát remélhetünk legalább valami próba erejéig, igen. Igen. Hát vagy pedig bolondozni a színpadon, ugye a rövidebb ez a fődolban, amiben mi együtt játszunk. És még remélem, még sok darabban játszunk együtt. Bár azzal fenyegetőzöl, hogy most abba hagyom egy kicsit, vagy akkor majd forgatunk együtt, de sok egészséget, jó egészséget, és sok-sok-sok-sok szép percet és gondolatot kívánok még neked, és örvendeztes mérgek Borsnéjétől kezdve minden szerepetben, még nem csak engem, hiszen az a kiváltságos vagyok, hogy én találkozhatom veled, és az nekem olyan boldogság, és még egyszer átadom Jucikámnak az üdvözletét, és átadom neki olyan üdvözletet, és a Kvittek vagyunk, ez egy csodálatos cím, remélem, hogy ez a kvittség, ez még nagyon sokáig, még jó sokáig velünk marad ez a kvittség, és az a kvittség, amit te képviselsz az élet, Molnár Piroska, a közönség, a nézők, és nekünk barátok és kollégák között, oké? Okay? Köszönöm szépen, Győző, ölellek benneteket, Józka, szeretem. Én is örülök, beszéltünk, és majd hamarosan találkozunk a színházban. Igen. Szia. Hát ennyi volt Magyarország szerintem legcukibb színésztőjével, a nemzet színésztőjével, Postnénivel, Molnár Piroskával beszélgettünk, a könyvében is, címében is említette, hogy kvittek vagyunk, aki kvitt az élettel, kvitt az emberekkel, kvitt saját magával, és ez csodálatos látni. Remélem, hogy tetszett a beszélgetés, ez itt a Blik, meg Győző Dumáljak, meg Podcast Rolata. Nézzetek, hallgassatok minket, és hát várjuk, hogy kivel dumáljak még. Sziasztok!